Start. Ebben a pillanatban egészen jól elindult a mezőny, Vesznának sikeredett legjobban az indítás, Veszna szerzi meg a vezető pozíciót, mellé pedig úgy tűnik, hogy Serafina Ketty igyekszik oda zárkózni, bent a falon a második soros ló is nagyon jól elkapta a startot, Uzsokról van szó, Uzsok tehát ott van a harmadik, negyedik pozícióban, mellette helyezkedik svéd barát, illetőleg Unipress is nagyon jól el tudott rajtolni, ő is a fejben van az élenlevők között. Kívülről pedig Prometheus az, aki egyértelműen gyorsítani látszik, megpróbálja megszerezni a vezetést, tényleg teljesen más tempóra váltott, és még egy körrel a vége előtt már le tud csukni a többieknek, és ő az, aki vezet. Serafina Ketty a második, miközben Veszna hátrébb csúszott, megelőzte a pillanatban külső spúron svéd barát is, és Vulcano Boy is ott a mezőny közepén egy nagyon jó pozíciót teremtett magának, miközben Uzsok az, aki hibázgat, és végképp elszálltak az esélyei, a mezőny végén pedig a Vanderlét rögzíthetjük, miközben svéd barát az, aki a kanyarból kijöve gyorsítani látszik, és megérkezik oda Prometheus mellé, miközben Serafina Ketty még kvázi mindig placon van, kívülebb húzta fazekas Imre Vesznát, a első spurból a másodikba ment, és meg fogja indítani a támadást, miután egy kicsit megpihentette ügetőjét, mögötte pedig ott van Vulcano Boy, nagyon jó helyzetben, ők azok, akik bejelentkezhetnek a győzelemért, akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarba, és teszik mindezt svéd barát vezetésével. Svéd barát került ugyanis az ére, ő az, aki vezet, de könnyen lehet, hogy ez csak időleges, hiszen megjelenik Veszna, és megindítja a támadását, de hát a Vulcanóban is nagyon jó helyzetben van. Prometheus az, aki egyértelműen fáradni látszik, Unipress pedig megindul, és úgy hallom, hogy Vulcano Boyt is diszkvalifikálták. Akkor, amikor a végküzdelemre kerül a sor, belül még mindig jól tartja magát svéd barát, megpróbál elindulni Veszna is. Veszna az, aki talán alul fog maradni ebből a küzdelemből, és megnyeri a versenyt Unipress egy nagyon lendületes finisse, hiszen ne felejts el senki azt, hogy Vulcano Boyt diszkvalifikálták, ez pedig azt jelenti akkor, hogy Unipress a nyerő, aki nagyon lendületes finisht tudott levágni. Start! Ebben a pillanatban nagyon jól el tudott indulni a Kincsen Park Kupa második futama, de mire ezt kimondom, hibázik Spár Lady 3-assal, ő tehát kiszáll a további küzdelmekből, a többiek viszont nagyon jól el tudtak kezdeni. Elsősorban Zoom Fotó, és ő az, aki magához ragadja a kezdeményezést, mögötte ott versenyez jó pozícióban, kívülről jövő Amy Slav, illetőleg bent a falon Magic Bucks-ot láthatjuk versenyezni, Anke Csébl is a második sor ellenére nagyon-nagyon jól el tudott jönni, hát ugye egyedül Spár Lady az, akinek egyelőre úgy tűnik, hát nem, hogy úgy tűnik, kizárták a versenyből. Vezete pillanatban Zoom Fotó, mögötte pedig Amy Slav a második spurban helyezkedik, igencsak jól, mögötte pedig ott versenyez Anke Csébl, bent a falon Magic Bucks-ot láthatjuk továbbra is versenyezni, Vinok SB is jó pozícióban találja magát, illetőleg jól van még a versenyben, úgy tűnik, hogy útra él is, ő az, aki talán megpróbál majd följebb zárkózni, esélyes ez Milton, de egyelőre még csak a mezőny második fejében helyezkedik el. Amy Slav már a kanyarban megtámadja a Zoom Fotót, itt próbál meg előre menni, miközben végre Spár Lady ki tudott hajtani hajtója a Boyból. Egy kettes fogadta az élen a belső spurat előnyöknek köszönhetően. Zoom Fotó meg tudja tartani a falat, annak ellenére, hogy Amy Slav folyamatosan presszionálni látta őt. Anke Csébl van még ott nagyon-nagyon jó pozícióban, illetve Magic Bucks is jól tartja magát, kívülről pedig úgy tűnik, hogy Vinok SB az, aki megindíthat esetleg egy jobb támadást, hiszen ő is előrébe helyezkedik, nagyon jó támadási pozíciót vesz föl, igaz, kívül kellene rohamozni akkor, amikor érkeznek az utolsó kanyarba, jól tartja magát Amy Slav, Amy Slav próbálná szorongatni a kézből versenyző Zoom Fotó azonban folyamatosan tudja tartani a falat, harmadik spurban pedig ott van Anke Csébl,
illetőleg Ultra Lady is egyre jobb pozíciót talál magának, bent a falon pedig Magic Bucks is jól tartja még magát, sőt még Vinok SB is ott lehet a végelszámolásnál. Uncatchable szerszámzata kereke megrongálódott, ennek ellenére tud jönni a befutó egyenesbe. Émislav menet közben átvette a vezetést, Émislavot azonban szorongatni látszik Uncatchable, belül pedig megjön Ultra Lady, megtámadja az élenlevőket, és úgy fest, hogy egy nagyon stílusos győzelmet fog aratni. Mögötte érkezett Émislav, harmadik pedig Uncatchable lett. 6-os, 4-es, 10-es lehet így a befutási sorrendünk. Start. Ebben a pillanatban elindult a Scott Palmer díj mezőnye. Legjobban az indítás Zicka BD-nek sikerült. Zicka BD pillanatok alatt magához ragadta a kezdeményezést, de aztán jön a kedvenc is, Jadeout mögötte helyezkedve, majd Usain mellett pedig Unigen a Szenüget, aztán a mezőny végén ismét egy kettes fogat. Vermont, illetőleg Tárkány a két bizonytalan hűgető, akiknek van mit jóvá tegyenek. Az élen tehát Zicka BD, akit tavaly óta nem látta versenyezni, mögötte Zséda, aztán pedig Usain. Úgy látszik, hogy beállnak utazó sebességre, és nagyjából mindenki elégedett lehet a pozíciójával, hiszen nem indul támadás, vezet továbbra is Zicka BD. Zicka BD mögött pedig ott van az abszolút favorit Zséda, akit Usain követ, és hát itt szépen lassan, komótosan azért kívülről második spurba csak-csak jönnek előre, méghozzá Tárkány az, aki most már felügetett Unigen a szán mellé. A mezőnyt e pillanatban, vagy továbbra is Vermont tartja. Akkor, amikor kijönnek a második kanyarból, továbbra is Zicka BD jár elől, mögötte pedig fogva ügetve Zséda színei látszanak, Usain belül, kívül pedig Tárkány az, aki megpróbálná lopni a távolságot. Ötödik pozícióban ott van Unigen a szem, majd pedig Vermont az, aki zárja a mezőnyt. Kihúzott második spurba támad Zséda, az ő helyére pedig a légüres térbe megérkezik Usain is. Nagy Ferenc kettő szokásához híven folyamatosan bent a falon, ott próbál meg majd erőt gyűjteni, illetőleg támadni. Zséda az, aki megpróbál fölügetni Zicka BD mellé, Zicka BD azonban egy fél hosszal még mindig előrébb jár, aztán Usaint láthatjuk, és Unigen a szánt is versenybe dobja Tencer Tamás, ő is belelendül tehát, és megpróbál majd támadni, miközben Tárkány és Vermont továbbra is zárják a sort. Ráfordulnak lassan a befutó egyenesre, Lakatos Csaba hozza Zsédát. Zsédával megindítja a támadást, erősebbnek tűnik egyértelmű, mint Zicka BD, el is üget mellette. Most már tehát ez Zséda van elől. Álcsolovak között Unigen a szána az, aki bejelentkezik a második helyért. Az elsőre, a nyerőre, Zsédára már nem lesz veszélyes. A második hely viszont megvan neki, hiszen letakarta Zicka BD-t. 1-2-3, így a befutási sorrendünk. Start. Ebben a pillanatban elindult az Árvácska Handicap mezőnye, minden ló jól kezdett, legjobban Szálih Hámidzsics a favorit, aki pillanatok alatt le tud csukni a mezőnynek, és élen találja magát egy szempillanat alatt. Mögötte ott van Wyoming River jó pozícióban, illetőleg a falon Urban Legendet láthatjuk. Titanville eléggé kiszorult, és hajtója vissza is veszi őt a második spurba a sereghajtók közé. Egy harmadik spúrusunk van, ő Orinoco. Aki viszont vezet, az Szálih Hámidzsics. Szálih Hámidzsics hozza először a tribün egyenesbe a mezőnyt, mellette, mellé érkezik Undercover, itt a tribün egyenesbe pedig egy nagy sprintet vág le Orinoco, amivel pillanatok alatt az élen találja magát, tehát Orinoco megy el vezetni, és növelni is tudja folyamatosan előnyét a többiekkel szemben. Ő jár tehát az élen, mögötte ott versenye Szálih Hámidzsics, illetőleg Undercover 2, és Undercover hátán ügyeskét láthatjuk feltűnni tőle, pedig beljebb Wyoming River versenyez, majd Titanville, Urban Legend, a sort pedig Vihar RG zárja akkor, amikor érkeznek a második kanyarba. Itt vannak már a második kanyarba, és továbbra is nagyon jól versenyez Orinoco, bár most föltorlódik rá a mezőny. Kívülről úgy tűnik, hogy érkezhet Undercover vele fejt. Szálih Hámidzsics pedig vendéghajtójával tartja magát az első háromon, egészen pontosan a harmadik pozíció az övé, mellette most Ügyeske jelenik meg, illetőleg Titanville-lel vált egy pillanat alatt sebességet Fazekas Imre, és megtámadja a vezetőket. Négy ló szinte fej mellett, a külsők gyors
gyorsabbak, közülük Ügyeske, illetőleg Titán, Will, az akik jó pozícióban vannak, de Orinoco is tudott gyorsítani, és Orinoco tudja tartani a falat, miközben rögzíthetjük, hogy elszállt-e pillanatban Salihamidzsics, ami pedig az elejét illeti, Ügyeske vezet, Ügyeske most már élen van egyértelműen, bent a falon erős biztatásra jön Orinoco, Titán Will pedig egy kicsit hátrébb maradt hármójuk küzdelméből, de talán itt a befutó egyenesben megindul majd Ügyeske, az aki vezet, és bizony jön vissza a versenybe Titán Will. Titán Will megindítja a rohamát, azonban Ügyeske továbbra is vezet, háttérből Undercover jelentkezik be a dobogó valamelyik fokáért, illetőleg Urban Legend, úgy tűnik, hogy ezt a versenyt Ügyeske meg fogja nyerni, Titán Will nagyon jött, de végül ő csak a második helyet kaparintja meg, harmadik pedig végül Urban Legend lesz Pekker Györgyel egy külső nagy rohammal, tehát 3-as, 8-as, 4-es lesz a befutási sorrendünk. 2. Start. Első nekifutásra jól el tudott indulni a napi főfutam, az akkurátus díjmezőnye, de hát St. James hibával kezdett, egy kicsit fogni kell Timoco Erelt is, ennek köszönhetően pedig mindez azt jelenti, hogy Übü Király az, aki el tud menni vezetni, Übü Király tehát ragyogó startot vett, ő az, aki vezetni látszik, mögötte pedig ott van Timoco Erel, Zildi Girifalco is azért jól elindult, mindez azt jelenti, hogy a harmadik pozícióban ott látjuk őt, vagy negyedik pozícióban Zildi Girifalcot, őt még újráz, aki megelőzi, illetőleg a háttérből azért igyekeznek ledolgozni térhátrányokat a lovak. Salome Bára az, aki még egy kicsikét messze van a többieknél, Übü Király pedig vezetni tud. Übü Király az, aki hozza a mezőny, de hát már itt bőven egy körrel a vége előtt megjelenik mellette Zildi Girifalco, és könnyedén átveszi a vezetést, de hát neki is lesz egy kihívója, Milady Ámok az, aki nagyon hamar ledolgozta a 20 méteres hátrányát, és már ott van a vezető ló mögött, Übü Király is még ott van a harmadik helyen Timoco Erel társaságában ügetve, újrász pedig az, aki egy kicsikét visszacsúszni látszik. Ők öten valószínűleg osztják majd le egymás között a verseny, hiszen Salome Bárnak még mindig elég jelentősnek tűnik a hátrány a vezetőkkel szemben. Vezette át Zildi Girifalco, innentől kezdve Veljko Mažić akár diktálhatja is a tempót magának megfelelően. Milady Ámok ott van mellette, mögötte, egész pontosan a második helyen támadó pozícióban. Látszik, hogy könnyedén tud ügetni, külső spúron Timoco Erel színei látszanak, illetőleg Übü Király, a háttérből pedig újráz az, aki most megindít egy támadást, Turbusz Sándor a harmadik spúrban is igyekszik beljebb keveredni, még az utolsó kanyart megelőzendőn. Zildi Girifalco azonban vezet, kérdés, hogy ezt a rohamot tudja-e hárítani, tud-e gyorsítani, hiszen nagyon erősnek tűnik újráz, azonban lekontrollál ezt a támadási kísérletet. Zildi Girifalco harmadik pozícióban ott van, Milady Ámok, illetőleg Übü Király az, aki egyre messzebb, de még a negyedik pozíciót tudja őrizni. Ráfordulnak a befutó egyenesre, Zildi Girifalco vezetésével, Zildi Girifalco hajtója egy kicsit megigazítja a szárat, és újult erővel előnyt szakít magának. Igen ám, de jön közben Milady Ámok. Milady Ámok lépésről lépésre közelíteni látszik Zildi Girifalcohoz. Zildi Girifalco azonban haza fog tudni érni, megnyeri a verseny. Mögötte második helyezett lesz Milady Ámok, harmadik pedig újráz. 2. Start. Első nekifutásra jól nekirugaszkodott a Búzavirág Handicap, a hosszú távú versenye mezőnye, aki nagyon jól bekezdett, az nem más, mint Usain Bolt, és Usain Bolt fog elmenni vezetni, mögötte Utrio Damour, aztán Timikót láthatjuk versenyezni, majd pedig Vanadium Boy következik, aztán pedig már úgy tűnik, hogy Zabrina az, aki igyekszik ledolgozni térhátrányát, őt követi a két Nagy Ferenc ló, újpesti lány, illetőleg Szilvás, Salt Lake City pedig a mezőny végére kerül, szinte libasorban halad az egész mezőny, Usain Bolt két hosszal mögötte, ott versenyez Utrio Damour, majd pedig Timoco, illetőleg Vanadium Boy. A következő résztvevőnk akkor, amikor az istálló egyenesbe először érkezik a csapat, az őket támadó, vagy hát tőlük lévő mezőnyből, aki most kibontakozni látszik, és jön előre az újpesti lány, és pillanatok alatt akár csatlakozást is találhat hozzájuk.
és a másik Nagy Ferencló Szilvás is egy huszáros menetelt nyomott le, akkor, amikor érkeznek másodjára a kanyarba, és pillanatokon belül váltás lehet majd az élen. Most még Usain Bolt az, aki előrébb van, azonban érkezik mellé a 40 métert föladó Szilvás, és melléje ér. Aztán az kérdés, hogy el akar-e menni már most mellette. Ismét egy kettes fogat, belül Utrio Damur, illetőleg kívül Vanadium Boy, aki követi őket, Timikó is még nagyon jó helyzetben, illetőleg újpesti lány, aztán pedig Zabrina, illetőleg Salt Lake City már-már kiesni látszanak a további küzdelmekből, annyira jelentős a hátrányuk az élen, viszont nagyon komoly a csata Usain Bolt, illetőleg Szilvás között. Most Szilvással egy kicsit lassítani látszik Nagy Ferenc 2, ez pedig azt jelenti, hogy Usain Bolt egy olyan jó félhosszas előnyre teszett, ráadásul övé a kedvező pozíció, belül mögöttük Vanadium Boy, aztán pedig Utrio Damur, illetőleg Timikó, ez az első öt sorrendje, de hát újpesti lány helyzete sem tűnik még reménytelennek, akkor amikor jön neki az utolsó előtti kanyarból. Nagyon érdekesnek tűnik ez a verseny, Timikó is javított helyzetén, följebb tudott ügetni, illetőleg, amint már említettem, újpesti lány helyzete sem reménytelen ott a hatodik pozícióban. Aki vezet, az még mindig Usain Bolt, kívül pedig Szilvás egy olyan félhosszra, egy hosszra versenyezve követi őt, illetőleg Timikó nagyon jó pozícióban, de hát ugyanez elmondható Vanadium Boyról is, és érkeznek most már valóban a végelszámolás az utolsó kanyarba, és Usain Bolt úgy tűnik, hogy mintha nem fáradna. Egy hossz az előnye Szilvással szemben, aztán pedig Vanadium Boy, Timikó, illetőleg újpesti lány is be fog jelentkezni, tehát egy jobb helyezésért. Vezet azonban Usain Bolt folyamatosan elő van, most már hajtójának egy kicsit föl kell őt ráznia, de még így is maga biztos üget elől. Jön azonban Szilvás, illetőleg hatalmas rösssel megérkezik Timikó. Timikó megérkezik, megpróbálja megtámadni a vezető lovat, Usain Bolt azonban hősiesen védekezik. Usain Bolt, Timikó jön rá, Usain Bolt védekezik, Timikó jön, és egy hatalmas célfotó lesz kettejük között. Aztán érkezett Szilvás. Timikó, illetőleg Usain Bolt gyakorlatilag szinte fej-fej mellett érkeztek a célba. Hatalmas küzdelem volt, és várjuk a célfotót. És tart ebben a másodpercben el is indul tehát az idei galopp szezon, méghozzá megnyitó versennyel 1600 méteres távon, és a régen látott Casino Royale megy elvezetni visszatérő lovasávas uták csengéve, 2-3 osz most már az előnye a favorizált blokáddal szemben. A folytatásban másfél oszra jön a tavaly ígéretesen mozgó tűzgalam mellett Juniperus, a folytatásban Bubi Pata, a sort pedig Bósan Popá zárja, egyáltalán nem kiszakadva. Amikor a túloldal ér a társaság, és lassacskán majd most már a verseny egy harmadán túl is vannak, Casino Royale előnye 5 hosszasra hízik, elhagyja a mezőny most már az ügető átjárót. Casino Royale, blokád, kívülről tűzgalam, mögöttük pedig Bubi Pata, Juniperus és Bósan Popál, változaton ez a lovak sorrendje, és mire a kanyaroz érkezik meg a mezőny, szép lassan elolvad a vezető Casino Royale előnye, felmegy mellé, felsétál mellé, blokád mögött tűzgalam is semekül tartja magát, Juniperus már egy kicsit lovagolni kell, a háttérből a mezőny végéről Bósan Popát indítja a lovasa, Milos Milojevic. Az utolsó 600 kezdetén blokád gyorsít, és könnyedén veszi át most már a vezetés. Blokád fog elsőként fordulni a befutó egyenese. Casinóra jól tűnik, hogy eddig bírta, és megy visszafelé. Jön Bósan Popál, ott van még mindig tűzgalam, Bubi Pata sor végén próbál egy kicsit közelebb jönni, de egyelőre legkönnyebben blokád galoppozik. Blokád vagy Bósan Popál? Ez lehet a kérdés az utolsó 300 méterre érve. Bent a falon tűzgalam, kívülről pedig Bubi Pata érkezik még meg, amikor már csak jó 250 méter van hátra. Blokád előnye nagyjából 3 osz az ő támadó Bósan Popállal szemben, és úgy fest, hogy Jaroszláv Rínek, illetve blokád is győzelemmel kezdheti az idei évet. Bár a végén Bósan Popál begyújtja a rakétákat, és van még hátra 50 méter, blokád vagy Bósan Popál, blokád vezet, és blokád megnyeri a megnyitó versenyt. Blokád, Bósan Popál, Bubi Pata, teljes papírforma, tűzgalam lesz majd mögöttük a negyedik, majd Juniperus és Casino Royale. És tart már is elindult a nap harmadik futama az Ibolya Handicap. Sorbon kezd nagyon jó, Rebel Jusli, illetve Jubileum is jó jött el, illetve Stormatic kívülről még gyorsabban próbál talpon lenni. Hát egyelőre érdekes módon a 4 évesek, akik igazán talpon vannak, és szokása szerint Pokolfajzat, aki egy kicsit nehezebben tud lábra kapni, Winning Beat pedig egyelőre a középmezőnyben. Bent a falon Sorbon, kívülről Stormatic és Jubileum kettőse próbálja őt támadni. Mögöttük Rebel Jusli egy másfél oszra következik nagyjából a negyedik, ötödik pozíció környékén. Rebel Jusli
mögött Winning Beat zárkozik American Dreaming-el egyetemben. Hát pokolfajzott helyzete reménytelenek tűnik, de hát azért ő neki nagyon erős szokott lenni az utolsó 3-400 méterre. Sorbonne előnye a kanyarhoz érve nagyjából két hosszú jubileummal szemben. Sorbonne, Jubileum, Stormatic még mindig az első három helyen, majd Rebellious Lee, illetve az öt kívülről kerülni próbáló Winning Beat, a lovak további sorrendje. American Dreaming is nagyon-nagyon közel van, hát azért pokolfajzott hátránya, mondjuk most már meglehetősen tetemesnek tűnik a befutóra fordulva, igaz, hogy belül tudja megtenni ezt az ívet. Sorbonne még mindig vezet és védekezik Stormatickal szemben. Sorbonne, illetve Stormatic, Rebellious Lee, középen pedig elindul a favorit Winning Beat, és megindítja az utolsó 200 méteren a hajráját. Négyen vannak teljesen együtt a távozlophoz érve, középen most már Stormatic vette át a vezetést, jön azonban Rebellious Lee, Rebellious Lee Jaroszláv Linekkel roppant erősnek tűnik, Stormatic azonban védekezik, Stormatic vagy Rebellious Lee, Rebellious Lee a végén kicsikarja magának a győzelmet, Rebellious Lee, Stormatic a harmadik helyre pedig, hát lehet, hogy megérkezik Winning Beat, de ott nagyon komoly célfotóban van Sorbonnal, mögöttük American Dreaming és pokolfajzat. És start elindult a nap második nyeretlen versenye, összesében egészen jól jött el a társaság, Hulán kezd kimondottan jól, illetve az egyik favorit Fighting Felix, Allegro Assai és Fancy Fury következik a harmadik, negyedik pozícióban, Soforson ott a középmezői második felében egyáltalán nincsen messze, előtte galopozik azonban például a Sea Secrets, illetve az újonc Amoroso, mind a ketten zárkóznak följebb. Fighting Felix belül, mellette pedig Hulán, ők nyomják a tempót, erősen fog a púlozó Amoroso, felrobog mögéjük a harmadik helyre, és hát egyelőre azért Sea Secrets is sokkal jobban mozog, mint tette ezt tavaly nyáron, a pálya közepén pedig Soforzon próbál egy kicsit feljebb zárkózni, végülnek vannak ott azért problémája háttérben, egészen kívül galopozik, és egészen messze egyelőre a fronttól, Tito Gyümölcs próbál feljebb jönni, de Soforzon sincs egyébként sokkal könnyebb helyzetben, most már azért látszik, hiszen a kanyarra fordul a mezőny. Az élen egyelőre elég komoly a háború, a csata Fighting Felix Hulán, Sea Secrets, valamint Amoroso négyese között, mögöttük Fancy Fury remek versenyt futva, ötödikként tartja magát, a többiek egy kicsit messzebb vannak Allegro Assai, valamint Tiltott Gyümölcs vezetésével. Fighting Felix belül vezet, de a fél mezőny ott van a nyakán. Hulán kezd fáradni, elindul Amoroso, elindul középen talán Sea Secrets, a Fancy Fury is nagyon-nagyon jól tartja magát, Tiltott Gyümölcs egyelőre kívül próbál jönni, Soforzon nagyon messze, amikor az utolsó 300 ér a mezőny kívülről, Allegro Assai gyújtja be a rakétákat, Krisko Norberten, Allegro Assai, valamint Amoroso középen, Tiltott Gyümölcs, óriási hajrát nyit, Allegro Assai, Tiltott Gyümölcs, rettenetesen jön, Tiltott Gyümölcs, el fog száguldani mindenki mellett, ifjabb Fejes Lajossal, Tiltott Gyümölcs új istállójában, győzelemmel mutatkozik be, Tiltott Gyümölcs, Allegro Assai, és Fancy Fury az utolsó lépéseken lehet, hogy elkapja Amorosót, közöttük vesz majd célfotó. És start elindult a nap újabb nyeretlen versenye, vegyesen indult természetesen a csapat, Firi óra kezd a leggyengébben, a többiek viszont egészen jól ugrottak ki, és egyelőre szélsőbb esélyű lovak tűnnek föl a frontban, ahogy jól látom, talán a Lávi Zól az, aki jól kezdett, illetve The Queen az, aki remekül jön el, Originál van ott mögöttük, illetve Santa Fe tartja is jól sikerült, Ábránd, Mairoki és Frankót a középmezőnyben Feodórával egyetemben, amikor már a kanyarban jár a vezető kettős, és mindig Lávi Zól diktálja a tempót. Lávi Zól mögött The Queen van nagyjából egy hosszal, másfél hosszal, aztán jönnek csak a favoritok. Meglepetése, Franco nem nagyon tud jönni, ott néhányan megkezdték a zárkózást, Franco pedig teljesen megreked a középmezőnyben, lépés nem megy Franco, hát ebből nem lesz győzelem. Elindul viszont nagy lendülettel Originál, és a kanyar végén a befutóra fordulva egyértelműen át is veszi most már a vezetést. Originál nyakán azonban ott vannak a többiek, Mairoki fut nagyon-nagyon jó veset, és Ábránd okozhat majd hatalmas meglepetést, Franco pedig a világ végéről belendített, ezt Stanislav Georgiev, és Franco nagyon-nagyon nehéz helyzetből szintén ott van a frontban. Franco vagy esetleg Originál között dőlhet el a verseny, Ábránd Santa Fe is közel van, Originál vagy kívül Franco, belül Originál, kívül Franco, és Franco megnyeri, gyenges tartja ellenére a versenyt, Franco, Originál, Santa Fe, Ábránd az első négy helyen. Jackpottal és hát egy pillanatokon belüli beállással. És már is sátolt a futam. Pest megyei handicap, tehát Bátori a favorit, remekül ugrik ki, de Morita Menanti is nagyon hamar talpon van. Mögöttük Night for Overdose szaporáz, és felmegy a két favorit mellé mögé. Szerencse a lovagi, ez a piros sapkában nyelvtörő az, aki egy kicsit gyengén kezdett. Nem is kicsit, nagyon-nagyon gyengén kezd nyelvtörő, és ez ebben a mezőnyben, ezen a távon könnyen lehet, hogy végzetes lesz majd. Nagyjából 10 hossza hátrány a többiekkel szemben. Bátori mellett próbál elmenni Morita Menanti, kívülről a harmadik spóban pedig Night for Overdose kerüli meg a vezető kettőst. Szerencse a lovagi is nagyon
nagyon-nagyon jól van versenyben, próbálkozik nyelvtörő az árkózással, de nem tűrik könnyűnek a helyzete. Morita Menanti hozza lovakat majd a befutó egyenesen, nagyjából egy hosszas lehet az előnye az ő támadó Night for Overdose-zal szemben. Bátori bent a falon, de most már csak a harmadik, negyedik hely környékén, szerencse lovaggal fejt. Ez most már az utolsó 400 méter, Morita Menanti előnye tovább is legalább másfél-két hosszasat eltől a többiekkel szemben. Bátorit próbálja Kovács Sándor felrázni, de egyelőre Morita Menanti őrzi az előnyét. Középen jön Night for Overdose, szerencse lovag is versenyben van, de már csak jó 150 méter van hátra. Morita Menantit úgyfest nem lehet megverni ebben a futamban. Georgiev újabb verseny nyert, Bátori próbál hozzá közelíteni, de csak második tud majd lenni. Morita Menanti nyeri a Pest megyei handicapet, Bátori lesz majd mögötte a második, harmadik. Night for Overdose negyedik lesz, szerencse lovag ötödik, nyelvtörő.